7 korosztályban több mint 150-en kosaraznak az NKS csapatában. Az egyesületnél már hagyomány, hogy karácsony előtt egy játékos portvetélkedővel búcsúztatják az esztendőt. A 2016-os év több szempontból is emlékezetes marad a nyíregyházi lányok számára. A felnőtt csapat ezüstéremmel zárta az előző szezont, amivel fennállása legnagyobb sikerét érte el. A fiatalok szereplésére sem lehet panasz, így Farkasinszky Gyuláni edző elégedetten értékelhette az elmúlt 12 hónapot. Az, hogy az NB1 az második helyen végzett, így egyértelmű. Emellett az utánpótlás csapataink is azért minimum a 16-os táblára fölkerültek, tehát minden korosztályban. Igen, tehát szenzációs évet zártunk minden tekintetben. Természetesen jó lenne, hogyha még többen lennék, tehát még több gyerek lenne, akkor ugye még nagyobb lenne a merítése alap, és akkor talán az eredmények is még fényesebbek lennének, de talán nem is mindig az eredmény a legfontosabb. Az, hogy itt együtt vannak, sportolnak, nem csak otthon ülnek, én azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb is, ugye itt látszik most, hogy a gyerekek azok jól érzik magukat, szeretnek kosárlabdázni, és ettől fontosabb, én úgy gondolom, nem is kell. Az élvonalbeli csapatok által régóta csábított Papp Klaudia nyáron minden bizonnyal elfogadja a Vasas ajánlatát. Az irányító elmondása szerint ebben az esztendőben is sikerült előrébb lépnie. Évről évre szerintem mindenki fejlődik. Én is úgy érzem, hogy egyre jobban teljesítek, és egyre magasabb szintekre lépek. Farkasinszky Orsolya, aki már edzőként is dolgozik az egyesületnél, bízik abban, hogy tavasszal legalább olyan sikeresen szerepelnek majd, mint az őszi szezonban. Mindig az egy játékos cél, én azt gondolom, mindig úgy lép pályára, hogy nyerjen, és mindig az a célja, hogy minél előrébb végezhessen. Meg fogjuk tenni azt, ami tőlünk telik, mit most a Hepkupán is, illetve a bajnokságban is. Reméljük, hogy nem fogunk több vereséget begyűjteni, vagy maximum egyet. Tudnánk tartani ezt az első helyet, akkor azt gondolom, hogy pozitívan várhatnánk. Bejuthatnánk 4-be, ott pedig már azt gondolom, hogy bármi lehet, akár egy döntő, de ha egy harmadik, negyedik helyért tudunk játszani, és esetleg ott egy bronzérmet szerezni, én azzal is elégedett leszek. A játékosok nem sok pihenőt kapnak, december 27-én már edzenek a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Az első felnőtt bajnokit január 8-án idegenben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ellen játssza az NKS. A Hepkupa 4-es döntőjében a nyíregyháziakon kívül az Eltebe a Szújbuda a TFS-e és a Baja került be. Farkasinszky Gyuláni elmondta, hogy az egyesület pályázik a finálé rendezésére.